Az év grafikája díja 25 évre tekint vissza. A Magyar Grafikus Művészek Szövetsége hozta létre ezt a díjat, de a lényeg az, hogy a díjazottak állapítják meg a következő év díjazottját titkos szavazással. Tehát nincs egy állandó kuratórium, hanem a szakma béliek díjazottak, ahol hát vannak 25 évesek, meg vannak 60-70-80 évesek is már, és ennek a múltjára tekint vissza ez a kiállítás, mégis 25 év az 25 év. Egy kiadvány, amely feldolgozza az anyagot, minden kiállítótól a korabeli munkáját mutatja be, és a legfrissebb munkáját, amivel most foglalkozik. Ez a 25 év valamennyi az év grafikája díjat elnyert művésznek a munkáit bemutatja. Ez nem egy hagyományos grafikai kiállítás, hogy viszonylag azonos technikájú, viszonylag azonos méretű munkákat látunk, hanem itt is érvényes az, hogy a határok átjárhatóak most már évtizedek óta. Butak András egy nagyon sajátos személyiség volt abban az értelemben, hogy igazából tényleg a szakmáira, közösségért dolgozott, mondhatni magánélete szinte nem is volt, és ő vezette a Magyar Grafikus Művészek Szövetségét ennek a szélesebb szakmának a képviselőjeként. Úgyhogy ez a kiállítás is közvetve, miután én foglalkoztam a Magyar Grafikáért Alapítvány ügyeivel, mint elnök, de a gyűjtemény, a szervezeteknek a irányítása, pályázati munkának a 99%-a az Butak András munkáját jelentette az elmúlt több mint három évtizedben. Megemlítem még, hogy két író, Abafáy Deák Csillag és Kőlős Lajos mindegyik munkához egy kis prózaverset írt. Ez egy különlegessége a kiállításnak, ilyen értelemben a cím mellett, amit a művész ad, az ő gondolataik is ott vannak. A nézőknek feltehetően vagy eligazítást ad, vagy gondolkodásra kényszeríti őket, hogy vajon ezek a gondolatok hogy kapcsolódnak a műhöz. Hát ebben az értelemben ez egy rendhagyó kiállítás, ahol a szövegnek legalább olyan jelentősége van, mint a műnek magának.